Megtartották a Topolyai Arcus Környezetvédő Egyesület sorrendben 24. nyári ökotáborát. A lelkes természetbúvárok ezúttal 5 napot töltöttek a Topolyai tó partján. A szakmailag ezúttal is színvonalas munka 4 szakcsoportban zajlott. A környezettudományi szakcsoportban az idősebb táborlakók dolgoztak, csupa olyanok, akik már komolyabb kémiai és biológiai tudással jöttek el, többnyire nem először a táborba. Idén is volt emellett herpetológiai, rovarász, valamint madarász csoport is. A herpetológiai csoport résztvevői a hüllők és a kétéltűek fajairól, gyakorlati védelméről tanulhattak. A Topolyai Arcus Környezetvédő Egyesület sorrendben 24. nyári táborában vagyunk. Beszélgetőtársam a tábor vezetője Harkai Ákos, tehát nézzük akkor az idei táborral kapcsolatos részleteket először. Tehát idén 24. alkalommal rendeztük meg táborunkat, környezetvédő, illetve természetvédelmi táborunkat, melynek oktatói és szórakozási jellege van. Július 28-a és augusztus 2-a között került sor. Több csoportban folyik ebben az évben is a munka, ugye azt hiszem, hogy ez is már egy hagyományos dolog. Igen, évek óta ez már hagyományszerűen működik, tehát a terepi foglalkozásokra 4 szakcsoportra A terepi foglalkozás 4 szakcsoportra van osztva, rovarász csoport, kitéltőek és hüllők, környezettudományi csoport, illetve madarász csoport. Nyilván, hogy nem nagyon lehet megkerülni a kérdést, ugye, hogy nem szokványos ennek a nyárnak az időjárása, tehát igencsak csapadékos. Ez mennyire segíti, vagy éppen mennyire hátráltatja a tábor munkáját? Segíteni semmiféleképpen nem segíti. Elmondhatni, hogy hátráltatja, de eddig sikeresen megoldottuk a problémákat, kicsit tartottunk attól, hogy esetleg sátrak áznak be, de semmiféle probléma nem volt szerencsére ebben az évben. Rosszabbra számítottunk, de végére minden pozitívan alakult. Itt, hogyha szétnézünk, akkor valóban az látszik, hogy nagyon jó itt a hangulat a táboron belül, tehát ez egyértelműen azt sugallja, ugye, hogy az eddigi tervet akkor sikerült teljesíteni. Teljes mértékben. Honnan jöttek a táborlakók egyébként? Legnagyobb része Topolya környékéről, tehát főleg Topolyáról, illetve Moravicáról, illetve jöttek még Szórványságból, tehát Pirosról, illetve Újvidékről, és van magyarországi vendégünk is idén is. És hát ugye nem mellékes dolog az sem, hogy egy ilyen tábor megszervezéséhez azért támogatásra is szükség van. Sikerült-e az idén támogatókat találni? Hát szó szerint támogatókat kevésbé, legnagyobb részt pályázatokból tartjuk fönt úgy az Egyesület munkáját, mint konkrétan ezt a legnagyobb úgymond projektünket, a hagyományos táborunkat. Egy nem mindennapi évforduló lesz jövőre, hogyha ismét lesz majd Arcus nyári tábor, ugye a negyed százados, tehát a 25. évfordulót ünnepelitek, erre majd készültök valamilyen módon külön? Hát már most vannak tervek, meg minden évben korrigáljuk az előző évi tapasztalatok alapján. Igyekszünk a maximumot nyújtani, tehát jövőre Arcus tábor biztos, hogy lesz, és így van a 25., tehát az biztos, hogy jó lesz. Te vagy most egyébként az Arcusnak az elnöke, de annak idején te is táborlakóként kezdted, ha jól tudom. Tehát mondjuk így, hogy a szamár létrának mindegyik fokát végigjártad, és azt hiszem, hogy ez nagyon fontos abból a szempontból, ugye, hogy minden jellegű tapasztalatod megvan. A szervezés az igen, tapasztalat az szükséges jócskán, főleg, hogy sátortáborról van szó, illetve nem a városban, a város környékén van, tehát beszerzés és hasonlók, tehát így van, itt a tapasztalat nagyon sokat számít, illetve az is, hogy gyerekfejjel tapasztaltam a sátortáborokat, hogy esetleg mire kell odafigyelni, hogy akkor mi volt én nekem a pozitívum, mi a negatívum. Jó, most már teljesen más szemszögből nézem, szervezői szemszögből, de az előző évi tapasztalatok azok nagyon fontosak szervezés terén, bár is nálunk. Az entomológiai csoport vezetőjével, Pece Vukajlovics Natáliával beszélgetünk, tehát egy igazi szakember került ennek a csoportnak az élére. Hát igen, most már
ez a 24. Arkusztábor. Én ebből azt hiszem, hogy ez a 20. alkalom, hogy itt vagyok. Az idén az egyik kolléganőmmel együtt vezetjük ezt a csoportot, Szotórovics Editával, és hát mivel mind a ketten biológusok vagyunk, úgy a terepek sem múlhatnak el, hogy mindent ne néznénk meg. Úgyhogy a rovarokra összpontosítunk leginkább, vagy összpontosítottunk, de minden ízeltlábú pókok, vagy akár a növények világában is, hogyha találunk, vagy ráfutunk valami ritkosságra, azt is megmutattuk, vagy a hüllők és a kétéltőeket is, és az emlősöket. Úgyhogy, meg hát azt hiszem, hogy aki biológus, van neki szakterülete, csoportja, de mint biológus akkor mindent megnéz. Ez érdekes téma is, hát azt hiszem, hogy az egyszerű ember az sokszor oda sem figyel, ugye, hogy milyen rovarok vannak a környezetünkben, tehát mondhatjuk azt, hogy ez a vidék, ennek a vidéknek gazdag rovarvilága van? Hát az mindenképpen gazdag, rengeteg rovar van, meg ugyanúgy rengeteg pókfa is van, mivel hogy hát az én szakterületem az a pókok, úgyhogy ezért is ez a terület, ami a tó környéke és maga a Topolya környéke is, hát figyelemre méltó pont ez miatt, a sok faj miatt. Amik hát most már nagy része mind vöröslistás és védett faj. Vannak-e valamilyen olyan ritka fajok, tehát biztosan, hogy vannak, hogyha vöröslistásak, amit úgy ki tudnánk emelni, tehát ami tényleg ritkaság és csak itt van esetleg? Hát igen, az orrszarvú bogár például, ő a ganétúró bogarak családjába tartozik, az orrszarvú ritka, szoktunk vele találkozni akár kertekben is, akkor a szarvasbogár néha a cincérek közül van ilyen, hogy diófa cincér, ő is védett, akkor a cserebogár is, igaz, hogy kártevőként is ismer, de egyre kevesebb van belőle, úgy a világszerte, ezért is szorul védelemre. Hát, hogyha megemlíthetem a pókok közül, mondjuk az a érdekesség, amivel összefutottunk rögtön az első nap a tábor közelében, az egyik ritka és érdekes a mérgező dajkapók, ami hát örültünk neki, hogy láttuk, és a gyerekek is láthatták. Ő nem található igazán meg kertekben, csak a vadonban. Akkor a pókok közül a szongáriai csellőpók, mint a legnagyobb pókfaj, ami szintén védett. Magyarországon nálunk még most van folyamatban a védetté nyilvánítás, mivel hogy a Kárpát-medencében, vagyis hát Szerbiában Vajdasága az egyik élőhelye. Az idei év csapadékos időjárása mennyire kedvez a rovarok szaporodásának egyébként? Hát azt hiszem, hogy ugyanúgy szaporodnak, vagyis hát nem hatott rájuk rosszul. Egyedül nekünk a terepet befolyásolta olyan szempontból, hogy nem láttunk olyan sok rovart séta közben, mint azelőtt, amikor csak napsütésben tudtunk terepezni. Már megszokhattuk azt is, hogy hagyományosan nemzetközi az Arkusz Környezetvédő Egyesület tábora, ezúttal is az egyik csoportvezető Magyarországról érkezett, tehát akkor kérnék tőled szépen egy bemutatkozást, úgy a nevedet, mint hogy mivel foglalkozol itt a táboron belül is, egyébként is. Jó napot kívánok! A nevem Lukács Máté, én Észak-Magyarországról, Nógrád megyéből érkeztem, annak is a legészakibb csücskéből, Salgótarjánból. Ez a magyar-szlovák határ mellett közvetlen egy 50-100 méterre található. Egyébként a Semmelweis Egyetemen tanulok gyógyszerész szakon, de emellett madárgyűrűzéssel és madárismerettel foglalkozom. Ezért is vagyok itt a táborban már immáron 14. éve, és most csoportot is vezetek, szintén a madártannal kapcsolatos ismereteket próbálom így a gyerekeknek elmagyarázni. Mennyiben különbözik egyébként Nógrád megye madárvilága az itteni madárvilágtól? Nógrád megye, ez egy tipikusan középhegységi megye, ezért nagyon különbözik, azt mondhatjuk. Itt főleg a vízi madarak, a nádasban élő madarak megismerésével, gyűrűzésével foglalkozunk. Még otthon, nálunk Nógrád megyében, ott a középhegységi erdei, ilyen hegységi fajokat ismerjük inkább jobban. Hogy lett belőled madarász, tehát hogyan kezdtél el ezzel a témával foglalkozni, mi vonzott a madarakhoz? Hát ezt igazából az Arkusz tábornak köszönhetem, mikor először 8 éves voltam talán, mikor idejöttem, és hát láttam, hogy a madarászok nagy távcsövekkel korán kelnek, kimennek jó messzire, szép madarakat látnak, fotóznak, gyűrűznek, akkor megtetszett, és elkezdtem így behatóbban foglalkozni vele,
Aztán hazamentem, ott is vettem könyveket, utána jártam, csatlakoztam ilyen egyesületekhez, és hát annyira megtetszett, hogy letettem a madárgyűrűző vizsgát, és most már a tudományos részével is foglalkozok. Egyébként nem tudom, hogy mennyire ismerkedtél meg a két ország úgynevezett, mondjuk így, hogy madárvédelmi programjáról, és hogyha vannak valamiféle ismereteid, akkor mi a véleményed róla? Hát ugye Magyarországon is még úgy mondjuk, hogy mondjuk inkább úgy, hogy még fejlődik ez a madárvédelem terjesztése, és hát azt kell mondani, hogy mind a két országban jó irányba halad a dolog. Itt gondolok főleg a ragadozó madarakra, a madárgyűrűzésre, a lakosság körében egyre jobban terjed az odúk, a madártetés, a téli madárvédelem, ami szerintem mindenképpen pozitív, és főleg a szakembereknek köszönhetők, és az ilyen köszönhető, illetve az érdeklődő fiataloknak mind itt az Arkuszban is, akik szerepelnek. Ez az egyetlen ilyen témájú tábor, aminek munkájában részt veszel ezen a nyáron, vagy innen aztán folytatod majd az utadat máshova is? Én már ebbe a táborba is egy másik madarász táborból érkeztem, ott ez Balassagyarmat mellett volt, egy madárgyűrűző tábor, illetve ha hazamentem az Arkuszból, akkor szintén csatlakozok egy másikhoz, két hét múlva, és ezek is mind a madárvonulásra, mind a madárgyűrűzéssel foglalkoznak. Ott is gyerekekkel foglalkozunk, illetve mellette kutató munkát végzünk.
Először vagy itt, hogy érzed magad? Először vagyok itt, és jól érzem magamat. Sokat játszunk, és hát én rovarász vagyok, és sokat rovarászunk. Láttál-e olyan új rovarokat, amiket esetleg eddig nem ismertél, vagy nem is tudtad, hogy miről van szó? Eddig mindegyiket ismertem, nem láttam új fajokat. Melyik a kedvenc rovarod, hogyha lehet ilyet kérdezni? Hát, pók. A pókok, de azok ízelt lábúnak számítanak. Láttunk egy dajkapókot is. Te hogy érzed magad itt a táborban? Hát jól, végül is. Nagyon jó programokat szerveznek a vezetőink, meg minden nap megyünk így terepre, és akkor ott keresünk ilyen különféle békákat, gyíkokat, és már találtunk 3 siklót is, vízi siklót, és az egyik eléggé büdös volt, mindegy. És ez tetszik neked a legjobban? Tehát az tábor eddigi részéből ez tetszett legjobban, amikor a siklót megfogtátok? Hát igen, meg az is jó volt, amikor tegnap karcsotokat csináltunk, meg bőrből, meg este, amikor olyan nagyon zörgött az ég, meg esett az eső, akkor még néztünk egy kicsit rajzfilmet, csak aztán kikapcsoltuk, mert féltünk, hogy belecsap a villám. Te hogy érzed magad? Nagyon jól érzem magam. Mi mindennel foglalkoztatok, és mi az, ami legjobban megragadta a figyelmedet? Hát mivel én nagyon szeretem a természetét, azért jöttem ebbe a táborba. Hogyha a jövőre ismét lesz ilyen tábor, akkor megint eljössz majd? Hát, ha ilyen jó lesz, akkor igen. Thank you.
Az Arkus Környezetvédő Egyesület Vajdaságban az egyik legaktívabb civil szervezet azok közül, melyek ökológiai célkitűzések megvalósításán dolgoznak. Az Egyesület nyári táborában a magas szakmai színvonal miatt egyébként mindig is presztízsnek számított a részvétel. Telente az Egyesület a Művelődési Házzal közösen szervezi meg a múzeumi STK nevezésű színvonalas szakmai előadás sorozatot. A támogatások beszűkülése miatt a hagyományosan egyhetes nyári tábor idén csak 5 napig tartott, de a tervek szerint jövőre, amikor a tábor a 400. évfordulóját ünnepli, ismét 7 napos lesz majd.